A lopás helyszínén hagyta táskáját és a személyes okmányait a törökszentmiklósi férfi. A törökszentmiklósi rendőrkapitányság lopásbüntet elkövetése miatt rendelt el nyomozást egy helyi lakos bejelentése alapján. A sértett elpanaszolta, hogy ismeretlen személy 2022. szeptember 1-én, 20 óra és szeptember 2-án 8 óra között bement a sörözőjébe, ahonnan készpénzt, GPS készüléket, mobiltelefont, tabletet, 12 darab UFO lámpát és különböző szerszámgépeket tulajdonított el. Egy helyi lakos tett bejelentést a törökszentmiklósi rendőrkapitányságra, mert 2022. szeptember 2-ára virradóra ismeretlen személy bement a sörözőjébe, onnan készpénzt és értéktárgyakat tulajdonított el. A rendőrök a bűncselekmény helyszínén egy fekete férfi hátizsákot találtak, amelyben egy helyi lakos személyes okmányai voltak. A rendőrök egy órán belül elfogták, előállították, és lopásbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki a feltételezett elkövetőt. A 36 éves férfi beismerő vallomást tett. Kollégáim kutatás során valamennyi értéket megtalálták és lefoglalták. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, ahol a szokásos alapossággal kezdtek neki a helyszíni szemlének. A nyomozók a bűncselekmény helyszínén egy táskát találtak, amiben egy 36 éves helyi lakos személyes okmányaira leltek. A férfi nem volt ismeretlen az egyenruhások előtt, hiszen vagyon elleni bűncselekmény elkövetése miatt már volt büntetőeljárás gyanúsítottja, legutóbb 2022. márciusában szabadult. A feltételezett elkövetőt a nyomozók elfogták és előállították a rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták. A jogsértő a terhére rót cselekményt elismerte. Elmondta, hogy készült a lopásra. Magához vett otthonában egy barna kockás prédet, hogy azzal fogja össze majd az eltulajdonított értékeket. A gyanúsított lakcímén tartott kutatás során a rendőrök a plédbe csomagolt tárgyakat és a készpénzt megtalálták. Lefoglalták, azokat a tulajdonosnak a későbbiekben visszaadják.